Folyamatosan dinamikusan fejlődik a Contitech Continental, amely eddigi legnyereségesebb évét zárta tavaly. Ennek következtében a cég munkavállalóinak létszáma is nőtt az előző évben. A két magyarországi gyáregységben összesen 3000 főt foglalkoztatnak, ebből Makón 2200-at. A tavalyi évben ide Makóra az év folyamán 400 embert vettünk föl, tehát a tavalyi évben olyan 2013 végén 1375 körül voltunk, a tavalyi évet pedig már 1800 fővel zártuk, most pedig a mai napon már 2200-an vagyunk itt Makón, tehát a tavalyi 400 fő mellé még 400 főt vettünk föl az idén. Tehát ez most a dinamikus bővülésnek az ideje a cégünk életében. A Contitech nagy figyelmet fordít munkavállalóira, ez bizonyítja, hogy idén 5. alkalommal került sor családi napjukra, ahol több olyan dolgozóval is találkoztunk, akik már 15 éve dolgoznak itt. Gyártócellavezető vagyok most, jelenleg a Lénszigeteken. Szeretsz ennél a cégnél dolgozni? Hát igen, szeretek. Elég sok mindent kaptam már. Most egy nagyobb fejlesztésre készül a Kft., amely az eddigi legjelentősebb a cég életében. Az építési engedélyek már beszerzésre kerültek, jelenleg a kivitelező kiválasztása van folyamatban. A gyártókapacitásainkat mintegy 30%-kal szeretnénk megnövelni, ami azt jelenti, hogy 9000 négyzetméternyi új csarnok és raktárépület bővítésünk lesz, és az ehhez kapcsolódó gépbeszerzések, 2 extrúdersor, 4 vulkanizáló kazán és a hozzátartozó mindenféle szerelőgépeknek a beszerzése az, ami a célunk erre az évre. A beruházás befejezését az év végére tervezik, és várhatóan ezzel együtt újabb létszámbővítése is sor kerülhet.